Sziasztok, Robin vagyok, és most játszunk House Flippert, vagyis hogy a legújabb kiegészítőjével folytassuk is a Luxury Flippert. Ja, igen, így. És most csináljuk az ötödik küldetést, ha jól emlékszem. És hát nem tudom, hogy meddig fog tartani. De meglátjuk, hogy meddig. Jaja. Nagyon izgalmas lesz. Kíváncsi vagyok. Most nem ő kettes ház lesz, vagy legalábbis. Mert ezek mostanság elég nagyok szoktak lenni. Nem kicsik, hanem nagyok. Nagyok. De majd most meglátjuk, hogy milyen történet lesz, ugye? Ezt úgyis hamarosan majd lecseréljük. Egy ilyen kis kunyhó a többihez képest. Már ez is hosszú ideig tartott ezt megcsinálni. De most még nagyobbakat fogunk. Na nézzük! Kettő választható van, azt tudom. Van ez. És van ez. Na, nem lehet így. Nem lehet a nyilakkal, csak így, értem. Na, akkor ezt válasszuk, ez szerintem egy lakás lesz. Kettő egyben. Vivian szeretett a környéken élni, és fájó szívvel hagyta ott, hogy mosoly csajon az arcára Gerard egy tágas koktélbárt vásárolt a lakóépület legfelső emeletén, melyhez egy kisebb lakás is tartozik. Na, egy kisebb. Néhány merész módosítással és a falak áthelyezésével tökéletes otthonná válhat a szerelmesek számára. Na, hát akkor elfogadjuk. Wow! Ez egy lakás. Lesz. Kandallóval. Na. Mindjárt megtudjuk, mi a történet, ugye? Úgy látom, itt lesz munka. Úgyhogy ez egy szép kis lakáska. Lesz. De hogy mekkora ez a lakáska, nem lehet tudni még. De majd most megtudjuk. My girlfriend lived in the apartment next door. She moved out a while ago, but she still has fond memories of this place. Now, since her birthday is coming up, I decided to surprise her. I need you to fix this place up, turn it into a really fancy apartment. I'm ready to spend an obscene amount of money on this. She won't know if you skimp on the building materials, but I will, so don't. Give me a call when you're done. No, two in one. Oh. Kemény, itt vagyok a liftben. Aha. Azt a mindenit. Ó, de jól néz ki ez. Azt a mindenit. Na jó, ezt majd később. De most szedjük föl a szemetet. Ez egy jó nagy festmény lehet.
te először is. Az igen. Jó sok ital volt itt. Hogy van egy ekkora... mekkora... konyha-szerű... hely. Hát igen. Nem kicsi, nem kicsi konyha. Ez egy elég nagy konyha. Wow. Jó, hát. Ezt majd később. Azért felgyújtjuk. Ezt meg innen megszüntetjük. Sok itókát. Aztán volt nagy buli. Hagyd ne mondjam. Ez ilyen fürdőszoba, aha. Húha! Az összes létező dolgot megszüntetek. És milyen menő a kilátás, és ott van a jaktunk, és hogy az, ami az első küldetés volt, ugye. Király. Húha, menő, menő, nagyon. Ja, még van itt. Jó, és akkor takarítás. Megvan a kert, kész. Tök jól néz ki. Eltávolítás. Na nézzük, mit kell eltávolítani. Thank you.
Ezt is? Ezek szerint igen. Aha, hát tulajdonképpen majdnem mindent ki kell dobni. És akkor gondolom, ezeket is. Ja, ezt nem szabad. Aha. Jó. De akkor miért írja, hogy tördés? Jó. Van itt valamilyen poszter? Hol van? Poster. Ha, mennyezeti lámpa? Ja, hogy ez? Aha. Még egy poszter. Aha, jó. Takarítás. Jó. Szobamódosítás. Fal lebontása. Ja, lehet, hogy ez lesz az. Ennyi. Jó. Az érdekes, hogy mindent. Öt is? Ahogy mondja. Fal felépítése. Ja, hogy ez megmarad. És akkor ide. Értem már. Értem, értem. Tulajdonképpen ez így megvan, jó. Fal módosítás. Ja, persze, igen.
Jó, hát akkor... És itt, itt is, aha. Jó, akkor... Akkor ezt kell módosítanom így. Vagy nem, majd mindjárt megnézzük. Majd kiderül, hogy mi lesz. De itt akkor, hogy lesz majd... Jó, hát akkor az lesz, hogy... Így. Nincs elég hely, hogy ide falat. Nincs. Hogy falat tudj építeni. Ja, jó, hát akkor... Akkor nem építünk semmit. Csak verjünk. Ha nekem ezt így mondják, hát én... Óhaj a parancs. Akkor ez így lesz. Jó. Akkor ezt... Ja, értem már. Aha. Szóval nem innen fog nyílni a hálószoba, hanem hát, tulajdonképpen a lakásból. Ez logikus is, úgyhogy ez... Itt nincs mit mondani. Jó. Valami folyik. Jó. Aha. Hát akkor ezt gyorsan csináljuk meg. Ez a radiátor volt. Folyt a radiátor. Ha. Ja, hogy két lakás volt, és tulajdonképpen összeköldöznek. Értem már. És azért mondták, hogy így. Kettő az egyben. Száraz kóró. Ott is. Hát akkor szerintem eltávolíthatunk pár dolgot, mit szóltok hozzá? És borzalmasan néz ki. Hoppá. Ezt nem. Jó.
Vokáció fénykép. Van olyan? Hol? Látok ti? Na mindegy. Ez fura. Redőny. Standard villanykapcsoló. Igen, és vakáció fénykép. Hol van? Az volt. Hát ezt nem tudtam. Bútor felújítás. Ja, hát ezt kell felújítani. Ó. Oké. Milyen legyen? Ez jó lesz. Elegáns. Tökéletes. Jó. Szóljuk. Polírozás. Mit kell még? Hol van kihagyva? Értitek ti, hogy... Thank you.
Pátszöréses. Néha lehet, hogy egy kicsit bagos. Kilencvenhárom százalék. Kilencvennégy százalék. És ez még csak az ülőke. Kilencvenöt. Még 5%. Százalék kell még. Ezzel jól el lehet lenni egyébként. Na, ne. 3% kell már csak. Jó lehet ezt hallgatni. Hűha! Minden feladat kész. Ez megvan. Most jön ez. Hú-hú. Polírozva. Jó. Ez jobb.
Jó. 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 Most jönnek ezek. Ez az érdekes, hogy... Há, jó, oké. Jó klik. Lenyomás tartásként. Jó. Ja nem. Nem. Ő ezt így. Külön legyen. Hogy ne egyforma szín legyen. Jó. Most a fiókokat is. Körülményes a dolog, de semmi gond. Jó. Ez megvan. És akkor kicsit hosszú ideig tart, de megéri. Na, most jönnek a lábai. Ez megvan. A lába az legyen szín. És
majd a fiókok lesznek más. Milyen színnel megcsinálom. Jó! Most jönnek ugye a fiúkok. Ez több időt vesz igénybe, mint gondoltam. Jó. És ez ilyen vöröses lesz. De menő. Oda süssetek. Cseretükör. Tökéletes. Hát nem menő. De menő, de menő. Jó. Gyere ide. Ez az, szűj oda. Eltávolítás. Ó, az nem, az sem. Eltávolítás. Fogkrém. Aha, itt vannak. Jó. Csak mondjuk ezt így. Jó, azt hiszem így meg is oldottuk a dolgot. És akkor itt lesz a szoba. Bejárata. Jó.
Akkor keskeny, hosszú függöny. Á, keskeny, hosszú függöny. Aha. Na nézzük. Legyen így. Na nézzük. Redőny helyett sokkal jobb egyébként. Jó. Elegáns villanykapcsoló. Fehér. Hát jó lesz ez. Igen. És akkor... légkondicionált. Aha, értem. Szerintem ez így sokkal jobb szokott lenni, amikor így a bejárat, vagyis hogy az ajtó fölött helyezkedik el. Az új szimpli szokott lenni. Jó lesz így. Szereljük be a légkondit. Csöveket. Egymásból helyezzük. És meg is van. És akkor mi már csak egy bejárati ajtó kell. Szerintem ez így jó lesz. Szerintem nem változtatunk, ez jó. Így. Arrébb kellett volna. Csoda, hogy nem törik ki az üveg, mi? Na, azt mondja, hogy így. Ja, jó volt. Jaj. Előbb-utóbb csak jó lesz. Na, most jó. Ez a szoba megvan. Igaz, nincs lámpa, de minek? Ezt meg ide rakjuk. Nem lehet rárakni? Hát hogy nem lehet rárakni az ülőkére? Jó, akkor itt lesz. Na. Jó? Ez így jó lesz. Na de nézzük, mik vannak itt. Ez furcsa, hogy lámpát nem kért oda abba a szobába. Jó, legyen, ahogy gondolja. Na, akkor padló burkolunk.
az ilyen legyen. Jó, ez megvan. Ez jó lesz. 1, 2, 3, 4, jó legyen 5. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ne legyen ilyen korom sötét. Világosabb kell a fürdőszobának lennie. És még sehol nem vagyunk. Azért milyen gáz, nem? Az a renoválós rész az egy kicsit lassú volt. Na majd az lesz az érdekes, amikor ez, szerintem ezután ott azt a kis mellékhelyiséget megnézzük. Na, szépen haladunk azért. Szép lesz ez. Ó, milyen menő. Még jó, hogy vettem 2-t, mert még... Mert még itt azért van mit. És persze, hogy ez az, megvan. Azért még ezt. Hát... ide. Hagy legyen valami értelme is, hogy... Ezért nem hiába maradt ki. Jó. Ez meg itt marad. Legalább ide a vécére nem tudjuk. Ide se tudjuk. Akkor ide tesszük. És akkor most jön az, hogy egy ajtót rakunk. És hát üveg nem, nyírfa. Fogantyúk azok maradnak, részlete. Fehér. Jó. Na nézzük csak. Jó lesz. Fürdőszoba, 8 négyzetméter, pipa, 27 négyzetméter szoba, jó nagy. Hihi, ez is jó nagy, 84 négyzetméter. Van itt kapcsoló valahol? Hát álljon meg már, nem látok semmit. Kukkot nem látok, ott van egy kapcsoló. Hát ez aztán óriási nagy világítás, halljátok. Hűha. Itt is.
Jó, hogy ez ilyen kéthajtós, fura megoldás. És mi lenne, hogyha ezt így eladom? És akkor kiverem így a falat. Kell ide, minek? Na, így már kényelmesebb. Milyen furcsa, nem, hogy így... Jó, eltávolítás, mosdó. Ajtó. Jó, nézzük meg. Először is burkolat. Most se látom, hogy hol van a vége. Ja, most már látom. Jó. Hát 1, 2, 3, jó, és akkor nézzük meg. Minél világosabb lesz, de az a furcsa, hogy nincs lámpa. Ő elfejtett a küldetés adni, hogy rakjak föl lámpát. Gondolom, nem nagyon érdekli dolog. Hát igen, szép lassan haladunk. Kellett azért így a nagyobb fürdőszoba. Hát ahogy látom, így a felével meg vagyunk. Még csak a felével, ugye? Jó, ez megvan. Ezt nem tudom eladni. Na jó, hát akkor legyen itt. Ez érdekes volt. Ja, hogy volt itt lámpa, csak elfejtettem felgyújtani, már azt hittem, hogy nem, nincs. Lámpa, mondom, mi az? Na jó, oké. Okay. Tiszta fehér. Fehér. Jó, minden fehér. Ilyen patika fehér. Jó. Akkor szereljük be. Jó, megvan. És még egy ajtót kell ide raknunk. Nem. Ez marad úgy, ez lesz. Jó?
Jó, hát ez egy kényelmes, egy semmit mond. 5 négyzetméteres WC. Na, és akkor hát tulajdonképpen ez úgy megmarad. Jó. Fal építése 2. Ja, hogy áthidaló építése. Csak nem azt akarja mondani, hogy itt legyen. Nézzük csak meg. Nem, ez nem az. Nem tudom, hogy hogy akarja áthidalókat. Ezt el lehet adni? Ja, eltávolítás, jó, oké. Van itt elektromos gitár, hol van? Ja, ott van. Ez megvan, igen. Hol legyen egy ilyen nagy halvány kakó? Lehet, hogy nem kellett volna ennyit, de... Meg lesz ez. Csak még mindig nem tudom, hogy hova rakjam az áthidalókat, amit ő úgy leírt. Mindegy, ezt először kifestjük. Akkor elhelyezzük olyan dolgokat, amikre szükség lesz. Igen, elég lett volna egy közepes nagyságú. Mindjárt hinnom kell, csak még ezt befejezem. Jó. Tudjátok mit? Ezt azért... Hát, ha kell még, iszok egyet, mert... Először lerakjuk a cuccokat, és aztán majd így elhelyezzük. Túlóhajtó. Jó. Fekete, fekete, igen. Fehér. Vagy üveg az jó volt? Nem, 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 nem. Fehér. És akkor nem látnak be. Ja, lehet, hogy így gondolta. Ó, tökéletes. Jó, oké. És akkor lesz 2 ilyen. Kis asztal. Fehér legyen. Jó, csak.
Krém színű. Jó, legyen. Lesz egy... Ez jó lesz így. Várj csak. Fekete, fekete, fekete. Fekete. Sokkal jobban néz ki így, igen. Majd mindjárt elhelyezzük, de muszáj így. Ez jó. Maradjon így. Jó. Na most. Ezt szerintem ide kellene helyeznünk, úgy nagyjából a közepére. Hát, jó, így lesz. Így. Na, úgy. Ez elég jó pupójában van tulajdonképpen. És ezt meg... ide. Ezt kicsit még... úgyni, jó lesz. Na és ez a nappali... 26 négyzetméter. Wow. Jó. Ezt most így nem tudom, hogy... Fal építése 2. Ezt hogy... Nézzük csak meg így. Ja, nem. Nem, nem ez lesz. Mindjárt megnézzük ezt. Fal lebontása. És ha ezt így lebontom. Aha. Szóval... Nem értem.
Azt hiszem rájöttem. Csak összejött a dolog. Jó. Megvan. Megvan egy kapcsoló. Jó. Szoba kifestése fehér. Na várjál, falmódosítás. Akkor itt ez egy külön rész. Jó tudni. Ez így megvan, jó. És akkor tulajdonképpen... Ez jó lesz. Na jó, ebbe így. Majd ilyen festés is, csak először ezt így megcsináljuk. Jó, hát nézzük meg a festést. Na, ez egész jó. Megy. Meg lesz ez. Egy, kettő, három. Jó.
ez nagyszerű, hogy... Ezt én megcsinálom akkor is. Úgy, ahogy megcsinálom, tökéletes lesz. Jó. Egy, kettő, jó, oké. Hát akkor ezeket adjuk el. Így ez megvan. És akkor helyezzük a dolgokat. Amit lehet. Jézusom! Ez konyha lesz. És hogy babár. Legyen minden fehér, mit szóltok hozzá? Majd meglátjuk, hogy mik lesznek itt. Hűtőt. Addig ide rakjuk a hűtőt. Ez fehér nekik. Fura. Fura fehér. Ó, van egy ilyen is. Nagyon menő. Csak így mindenből oda teszünk, aztán majd így szépen. Konyhasziget. Aha. Fehér. Nem hogy lehet fényes fehér. Matfehér. Havas. Ó, ez jó. Fényes fehér. Jó. Fali szekrény. Ebből mennyi kell? Mindenből rakjunk, aztán majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Fényes fehér, fényes fehér, fényes fehér, fényes fehér, fehér, tiszta fehér, sőt.
Az befér ide? De még mennyire? Fényes fehér, fehér. Lehet, hogy teljesen máshova kell rendeznem a dolgokat. Először csak így rakjuk le, aztán majd én így elrendezem. Fehér, ez jó. Ez jó lesz így. Igen. Három darab. Fehér. Akkor ezt így. Ide egyet. Kettő és három. Majd elrendezzük a távolságukat, most ezt így. Jó, hát akkor ezt addig egy kicsit kirakjuk, mert ez itt rossz helyen van. Mert ezt ide kell rakni. Ezt így ide. Igen, és oda. És akkor ezt. De ez be fog férni? Nem, nem. Hajjajjajjajjaj. Akkor ezt így ide. Hát tulajdonképpen ezt így lehetne ide rakni őket. Ez így jó lesz. És akkor most így a falra rakhatós dolgokat. Fényes fehér. Fényes, fehér, fehér, és meg tökéletes. Ez így jó.
ez már alakul. Alakul. Jó. Hát ez... megvan. Tudjátok mit? Ezt ide rakom. Mit szóltok hozzá? Ezt meg... ide. Tökéletes. És akkor ezt pedig így ide. Jó, meg is vagyok. Konyha 17 négyzetméter. Wow. Na itt, ugye. Tök jól néz ki egyébként. Hát ezt szerintem így eladom, ez semmi. Most nézzük meg itt ezt a részt. Ugye ez is egy ilyen jó kis szoba. Jó, na, nem is olyan kicsi ez a lakás, azt hittem. Kis pindurka lakás, mondták így. Ja, persze. Jó lesz ez szerintem. De látjátok, hogy így már több mint a felével megvagyunk. De azért még mindig van hátra pár dolog. Volt itt minden. Fűfavirág. Szépen kifestjük. Gondolom ez egy hálószoba lesz. Nagyon úgy néz ki, ez konyha volt, ugye? Jó, az ablak körül még. Jó. Tökéletes. És először dobjuk szét a cuccokat. Kettő ilyen. Jó, ez egy gardrób! Ó, azt hittem, hogy egy... akkor legyen egy ilyen kávés szín, ez jó. Hát nem, inkább fekete. És üveg. Sötét. Sötét legyen. Aha. Ez egy gardrób lesz. Egy gardrób szoba, király. Kávé, fekete, sötét.
Jó, oké. Négy ilyen. Jó, ez szerintem ez így jó lesz. Egy, kettő, három, négy. Kettő ilyen. Jó, hát akkor lássunk neki. Nem félek el! Hú! Gyere csak ide! Gyere te ide! Te sarok! Garróbszoba! Hú-hú. Jól néz ki! Hát eléggé benne van úgy a dologba. Mindegy. Nézzük meg így. Bocsika, ezt így ide rakom. Ezt meg... Milyen? Tökéletes. Ja, ezt nem ide kell, hanem ide. Akkor tökéletes. Nem tudom, hogy ez oda fog férni. Azt a mindenit! Micsoda menő! Ez nagyon jó, meg van csinálva. Jó, nézzük csak. Hú, majd milyen garróbszobákat fogok élni csinálni magamnak. Ez meg úgy külön lesz. Máshova nem nagyon fér. Ez így jó, ahogy. Na nézzük. Egy ilyen. Ez jó lesz. Sőt, ezt úgy gondoltam, hogy ezt így itt kellene. Tök jó, budi. És akkor van kettő ilyen tükör. Az egyik itt lesz. Aha,
Itt lesz az egyik, itt a másik. De ezt nem tudjuk így arrébb rakni? Nem, mi? Jó, maradjon úgy. És ez inkább ide lesz elhelyezve. Jó, oké. Na, hát akkor már csak egy ajtó kell. Üveg legyen? Hát, hogyha valaki öltözik, inkább ne lessen be. Ugye ez mégis jobb. Nagyon jó lesz ez. Ó, menő, nagyon menő. Jó, ez 22 négyzetméteres. Tökéletes. Na, hát... Nézzük csak meg. Nincs valahol egy kapcsoló? Nincs mi? Mindegy. Jó, akkor fehér. Szerintem legyen egy ilyen, mert lehet, hogy a másikban is fehéret kell. De tényleg, nincs valahol egy kapcsoló. Mindegy, hagyjuk. Tudjátok mi? Bekapcsolom, de igaz nem nagyon lehet látni, semmit se. Borzalmas csoki szín foly. Kell a világos szín. Az érdekes, hogy eddig a felújításoknál nem nagyon voltak radiátorok. Jó, voltak kandallók, de... Jó sokáig tart ez a felújítás, halljátok. Hú-hú. Igen. Meg lesz. Jó. Fura, hogy mindent kifestettem, és mégis oda van írva, hogy
88%. Fura, nagyon fura. Gondolom, ezt gondolta. Hát szóanyúznak. Jó, jó, oké, megvan. Ez nem volt teljes. Na, akkor elhelyezés. Addig ezt így ide rakom. Most csak így szétdobáljuk a dolgokat. Van egy ilyen. Ez egy jó kis barna. Lábak. Fekete, az úgy jó. Jó lesz ez. Jó lesz. Ez egy ülő garnitúra. Ebbe a kis izébe, hogy fog majd ez így belemenni? Na mindegy. Jó. Barna. Jó lesz ez. Van egy dohányzó asztal. De jól néz ki. Jó sötét. Jó lesz ez. Ja, hogy ez ekkora az, igen. Jó, akkor ezt kicsit. Meg lesz, ahogy látjátok, csodás. Aha, tök jó. Na nézzük. Ez eléggé zavaró nekem, úgyhogy ezt muszáj letakarnom így. Jó, most már jó lesz. Ez mi? Még egy ilyen? Akkor gondolom, hogy ezt így ide gondolta. És akkor rá egy lámpát. Jó lesz ez. Tökéletes. És akkor vannak itt képek. Vagyis, hogy festmény. Három festmény. Szerintem már... Aha. Szerintem úgy csináljuk, hogy... Itt egy... Majd elosztjuk. Helyre igazítjuk. Jó, hát jó lett. Nappali 20 négyzetméter. Jó. Ez megvan. Konyha is tökéletes. Ja,
Ja, még elfejtettem, hogy így a... Ledek egy kicsit. Na, hát most ez jön, és méghozzá szépen a burkolatot megcsináljuk, mert azt muszáj. Már csak egy kis simítás kell. Ez így megvan. És akkor tulajdonképpen festés és a maradékot. Szépen elhelyezzük septiben. Ez mégiscsak elég nagy lakás, de? Nem lesz elegendő az a festék. Mindegy. Egyébként nem nagyon komálom, hogy így a nappalival, még hogyha így átidalókkal is el van választva a konyha, akkor is egy légtérben van. Na, végre tök jó, hogy kisüt a nap. Na és itt a vége mi? Nem, még van egy csöbb benne. Jó nagy terasza van kint. Mégiscsak egy bár volt, ugye? És egy elegáns lakást csináltunk. Nagyon menő. Na nem már. Pont kifolyott. Jó, hát akkor veszünk egy csöppet. Még. És kicsit smolt. Ez az. %95. Hol hagytam ki? Lehet, hogy itt.
Ja, persze, hát az ablak. Elfelejtettem. Az ablak. Tudhattam volna. Jó, megvan. Na, akkor nézzük. Most így mindent szétdobálunk, aztán majd így meg lesz a dolog. Ez lesz az étkező asztal, úgy látom. Ez jó lesz így. Aztán 6 szék. Szerintem... Ez jó lesz. És 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jó. Szerintem meg lehetne azt is csinálni, hogy ide helyezzük az asztalt. Így. Hosszába. Még egy kicsit. Ezt ide. Jó. Tökéletes. Érdekes ez a stílusú asztal. Étkező asztal. Tökéletes. Na akkor nézzük meg, hogy ez tálaló. Aha. Jó lesz. Tálaló meg itt lesz. Így. Van két fotel, van egy kanapé, kis asztal. Ja, kandalló. Ó, de jól néz ki. Húha. Ez talán jó, vagy legyen ez. Nézzük meg ezt. Nem, nézzük meg ezt így. És akkor... Krém szín maradjon. Maradjunk ennél. Azt a mindenit, micsoda menőség. Hó, ez az. Jönnek itt a dolgok. Kávészín. Ez jó. Fekete az... legyen. Nem, ez jó lesz. Ő de kicsi. Csak rosszul látom. Mindegy. Kávé.
barna kávé. Fekete. Nem, az... Milyen volt a... másik ez? Ez elég érdekes. Még előrébb rakjuk. Még egy kicsit. Jó, hát nagyjából így ez megvan. Jó, és... kettőt. Az egyik itt lesz. Így. A másik így lesz. És akkor tulajdonképpen fekete. Ezt így. Van egy kép. De ez a lámpa, ez... nincs ki. Csak két kis asztal van. Fura. Na mindig. Tálaló fölé is egy ilyet. Akkor ide is egy ilyet. Nagyjából középen van. Aha, jó. És akkor, hát most ezzel mit csináljak? Hát akkor tudjátok mit? Ide rakom is, kész. Tessék. És akkor még kell valamit csinálni. Rég ez megvan. Ez is, pipa. Ez a nappali étkező, ez megvan. Ez is megvan. Nem itt kell valami? De ez is megvan. Hűha. Ah, ez előbb még nem is mutatta ezeket. Na mindegy. Jó, hát akkor legyen. Ez lesz. Ilyen furcsáltam, hogy nem adott semmit hozzá. Jó, hát akkor legyen akkor egy tapéta, vagy
Legyen fehér. Jó, ez az utolsó. Fehér szín, jó lesz ez. Jó, ott van a radiátor ebbe a szobába. És ezzel meg is leszünk. Kicsit macerás volt, de meg lett. Imádom így ezeket szöszmötölni ezekkel a lakásokkal. Más nem nagyon, de... Rafinált. Függönyt miatt nem nagyon tudom lefesteni. De mindjárt meg vagyok. Haha. Na, ez is megvan. Uhú. És már csak egy lámpa kell. Méghozzá. Hát nem kell olyan nagyon elegánsnak lennie. Szerintem ez untig elég. Fekete. Fehér. Jó. Jó, hogy még be kell bútorozni. Aha. Még egy kicsit. Most jó lesz. Oké. Okay. Jó, ez egy ilyen puff. Nem, ez egy pad. Ó, értem. Ez jól néz ki ez a pad. De nem ilyen színű kell, hanem valami... Nem, ez jó lesz. Jó lesz így. Az ágy lesz itt. Tudtam én. Ez jól néz ki, ez elegáns. Ez jó lesz. Kávé. Nem, ez jó lesz a kávés. Kávés. Nem, itt már fehér lesz. Fehér. Jó. Tökéletes. Itt lesz a pad. Jó, hát akkor nézzük meg, hogy milyen
Szerintem jó lesz ez. Jó, nem is kell többet. És akkor... Jó. Tökéletes, és akkor éjjeli lámpákat rakjunk. Ja, vagy... Ilyet. Jó legyen így a... Ugyanúgy nézzen ki. Megvan. Ott a pad. De jól néz ki. Wow. Na. Kell egy ilyen dohányzó asztal. Ezzel elég praktikus. Krémszín, mondjuk ezt. Sötét. Jó, legyen így. És akkor kell egy fotel még hozzá. Egy ilyen. Nagyon menő. Kávé. Nem, egy ilyen. Ez világos szürke. Hát nem tudom, hogy ez így sokkal jobb lenne, ha... Ez jó. Részletek. Fekete. Jó, lábak. Fekete. Jó lesz ez. Ezt nézzük meg, hogy... Ezt így ide rakom. Akkor ezt így ide. Igen, ez így jó. Nézzük. Van mindenféle. Mondjuk ez jól néz ki. Ez még jobban néz ki. Jó, maradjon ez így. És ezt hova rakjam? Ezt így ide? Nem. Ezt így ide. Aha. Ide mik vannak téve? Aha. Ja, hogy milyen szőnyeg. Elég ronda szőnyegek ezek, de mindegy. Jó, hogy több szín van. Jó, oké. Mindegyik se túl jó. Mindegy, legyen ez a krém színű. Kép. Nagyon jó lesz ez. Wow! Menő. Szerintem ez kerüljön ide. Ja. Ez meg egy kicsit így. Ide.
kicsit túl közel van, de pff. Vagy ide. Tökéletes. Jó. Szerintem meg is vagyunk, munka befejezve. Enter gomb megnyomás. És majdnem 9, majdnem 8 millió, wow, befejezés. Na nézzük. Garrob. Jól néz ki. Fürdőszoba. Szépen letisztult terasz. Mi mindent ültetnék ott. Ajjajajajaj. Na, hát ez jó volt. Majdnem 8 milliót kaszáltunk. Jó sokáig tartott ez, atyavilág. De meg lett. Innom kell. Hú. Ezt gondolom, hogy ez olyan majdnem 2 órás lehetett. Sok munka volt. Ja. Szép lassan, komótosan megcsináltuk. Na, de viszont elbúcsúzunk. És a következő az szerintem még hosszabb lehet. Úgyhogy majd valamikor kiveszik így egy hétvégét. És akkor majd megcsinálom, mert az is egy 2-es ház lesz. Úgyhogy ott is élvezet lesz majd megcsinálni a villanadrat. Ja. Úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!